Krisztusi korban visszavonulni a nyáron befejezi az aktív futbolt a Bayern München klub legendája Filip Lám, aki 22 éve játszik a bajoroknál, világbajnok, BL győztes, hétszeres német bajnok, de sportigazgató az nem akar lenni. Majár László a Pannon Bajor szurkolói szerkesztője a vendégünk. Bayern ügyekben szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tedd a szívedre a kezed, hogy ha a 20-as évek évei elején járó Filip Lám a Stuttgarti kölcsönből annak idén nem tér vissza a a müncheniekhez, az földhöz vágott volna? Valószínűleg igen, hiszen már akkor látszott rajta, hogy tehetséges lesz, úgyhogy, úgyhogy nagy veszteség lett volna, hogyha ez a pályafutás nem nálunk megy végbe, hanem egy másik klubnál. Akkor nagy kedvenc volt már, igaz? Akkor lehetett ezt igen, érezni. Igen, igen. Az akkoriban a svábokat irányító Félix magáról mondhatjuk, hogy ő csinált belőle igazi jó Bundesliga labdarúgot? Igen, ezt ki lehet jelenteni, hiszen ő dobta be a mélyvízbe, és nála játszott először, bár akkor nagyon meglepő módon, de bal ö, szélső védőként előtte a jobb oldalon volt, és a középpályán tevékeny, aztán magát egy hirtelen döntés ö, alkalmával bedobta, ami vízből, hogy említettem, és a bal oldalon kezdette. Na most ugye magát vitte vissza Münchenbe, ö, idén már az 500-asok klubjába is ö, belépett, ugye a 9. a Bayern történetében. E, ezen kívül és ezek mellett mi az, ami őt az igazi első számú legendák közé emeli a klubnál? Szerintem az egész személyisége és a pályán mutatott és a pályán kívül lévviselkedése. Tehát az, hogy több mint 500 meccs vagy 500 meccsen most már pályára lépett, összesen 20 trófeát nyert a pályafutása során, és egy kiállítása sem volt védőként, tehát ez szerintem csodálatos. Ja, tulajdonképpen arról beszélünk, hogy egy nagyon, nagyon kulturál, derűs, Sportember, ugye? Igen, Tehát igen, egy olyan igen, személyiség, igen, a, a, aki közben pedig nem, a, nem az a védőképünk van róla, nem. Tehát egy olyan védő, akiről bármit feltételezhetünk, a pálya bármelyik pontján feltűnhet, egy egy extra intelligenciájú játékos. Igen, igen, igen. A pályán kívül és a pályán is ezt tanúsítja. Na most azért azt tegyük hozzá a pályán kívüli részhez, hogy Félix magátot is beleértve az önéletrajzi könyvében azért sokakat kiosztott. És Rudi Föller mondta róla, vajon igaza van-e, hogy a pályán világklasszis, de azon kívül amatőr labdarúgó? Hát ennyire mélyen mi sajnos nem látunk bele, hogy Föller, de szerintem ez egy picit erős kijelentés, ugyanis a, a többi részén, a pályán kívül a nyilatkozatai, stb. mindig nagyon intelligensen és diplomatikusan lépett fel. Uh -huh. Hát akkor inkább mondjuk őszintének, nem? Hogyha adott Jó. esetben valakit megbántott. A pályán, hogy maradjunk azért mégis a, a gyereknél, ott a legemlékezetesebb teljesítményei számodra melyek? Ez egy fogós kérdés, ugyanis szerintem nagyon konstans teljesítmény nyújtott a pályán, így nehéz kiemelni bármit is, de mondjuk 2012-ben a Reál ellen, ahogy megbírtották az egész támadósort, a többi védővel együtt, vagy 2013-ban a Barcelona ellen, ahogy szintén megbénították az egész Barcelona támadó sorát. Azok emlékezetes meccsek voltak, főként Filip Láma, hogy levette a pályáról például Messi-t vagy ronaldo -t. Igen, ez nagyon érdekes, mert olyan futbolistáról beszélünk meg én a futballistáról beszélünk, megint csak akinek most akkor nem ar, azt mondjuk, hogy az a meccs, ahol ennyi gólt rugott, vagy az a meccs, ahol kiállították, vagy tehát valami, hanem valahogy mint csapatjátékos említetted meg most is. Ott van benne a csapatban, nagyon fontos láncszem, mert sosem akart kilógni és csillogni. Így van, így van, inkább mindig a csapat érdekeit helyezte előtérbe. A Pannon Bajoroknak, a München szurkolóinak mennyire kedves a 2014-es VB aranya válogatotta? Abszolút szerintem 10-ből 10 tíz és ezzel talán nem tévedek, vagy nem lövök mellé, hogy mindenkinek nagyon-nagyon kedves. Tehát a, a bajernizmussal azzal együtt jár a, a, német válogatott iránti szimpátia, rajongás is? Nagy részt szerintem igen, hiszen például a 2002-es VB után lettek viszonylag sokan Bayern-szurkolók, akkoriban ugye például Bállak érkezett a leverkusen utána, ő egy olyan személyiség volt a 2002-es vb n hogy, hogy szerethetővé vált. Na most amúgy hogy lehet, hogy a jelenállás szerint a 2018-ig szerződött klublegenda így meglepi a vezetést, a Bayern vezetését, akik ugye arra számítanak, hogy számítottak, hogy együtt jelentik be majd a hírt? Hát meglepte a vezetés, és minket szurkolókat is, mert ugye azzal kalkuláltunk, hogy 2018-ig mindenképp a pályán látjuk. Sőt, talán még utána is, nem? Igen. Nem, nem tűnik elnyűtnek. Nem, nem, viszont azt mondta, hogy ezt érzi, és hogy az érzésére hallgat. Hát nem tudom, furcsa, lehet, hogy valami nézeteltérés történt a vezetőséggel. Bizonyos jelek arra mutatnak, ugye Lám azt nyilatkozta, hogy gondolkodik, hogy mi ez kezd a nyártól. De te például el tudod képzelni, hogy nem a Bayern alkalmazásában fog állni? Nem, azt nem. Hogyha nem is a nyártól, de amikor vissza fog térni a klubhoz, az biztos. Ha van is nézeteltérés a háttérben, a, az egymásnak adott évek, azok valószínűleg ezt el fogják simítani, azt Így mondod. van, így van, tisztázni fogják ezt száz százalék. A neki a sportigazgatói posztot, azt miért nem vállalta el úgy, hogy a vezetés azt mondta, hogy ő rátermette erre a feladatra, mit gondolsz? Hát a legutóbbi vélemények a német sajtóban arról zúgolódnak, hogy, hogy, csak idézőjelben csak sportigazgató lehetett volna, és az elnökségi dolgokban nem lehetett volna beleszólása, és talán ez lett a nézeteltérésnek a, az alapja is. Tehát akkor úgy érezheti jelen pillanatban, hogy kevesebbel akarják kiszúrni a szemét, mint amennyi szerint neki hatáskörben járnak. Igen, ez a pontos megfogalmazás. Hát ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen helyzetben lehet, hogy akkor egy hirtelen felindulás is benne van abban, hogy mondhatjuk azt, hogy ilyen hamarabb adja, vagy ilyen hirtelen, nem? Valószínű, pláne a bejelentés, hogy egy kupa meccs előtt történt ez meg. Ugye akkor írta meg az egyik német lap, és a kupa után ő alá is támasztotta ahol ott a vezetőség, akkor még azt nyilatkozta, hogy ők nem, nem tudják ezt így konkrétan. Lehet, hogy sokan tartanak tőle, hogy kegyetlen vezető lenne, és meg lehet azokat az edzőket is, akik őt kritizálták, nem bosszúból, hanem mert maximalista. Hát nem tudom róla elképzelni, de, de akár ez is benne van a pahliba, igen, hogy, hogy keménykezővé válna. Na most Alci, arról is beszéljünk, hogy Bundesliga elsője ide vagy oda, BL szereplés a csapat áll. Aktív és korábbi Bayern legendák már azért kongatják a vészharangot, hogy nem látják a lámútódokat. Bajban van -e az utánpótlás a bayern -nél? Igen, jelenleg igen. Ö, aztán meglátjuk, most épül az új utánpótlás központ, és nagyon nagy hangsúlyt akarnak a klubnál fektetni erre, de jelenleg igen, ugyanis nagyon rég került ki az utánpótlásunkból. Hát igen, ugye Thomas Müller, bartstuber alaba óta nem sikerült saját nevelésű játékos beépíteni. Ráadásul Ancelotti mester nem feltétlenül a csikó csapat meg a fiatalitás híve. Ilyen szempontból Carlo Ancelotti jól illik a klub filozófiájába? Hát korai lenne pálcát törni a feje felett, de például engem személy szerint egy picit bosszant, hogy például a legutóbb a Wolfsburg elleni kupa meccsen miért nem kapott lehetőséget a fiatal még vagy éppen Renato Sánchez. Uh -huh. Hát azért mégiscsak úgy tűnik, hogy ő a, a rutinra akar alapozni, tehát hogyha ha van egy ilyen nyomás, hogy kellene az utánpótlás kellene ennek a fiatalok, a Ancelotti az annyira nem izgatja. Nem, abszolút hidegen hagyja. Őnek eredményesnek kell lenni, ahogyan ő gondolja, de a Bayern szurkolókat meg a Bayern klub felfogásával ez, ez hosszabb távon összeegyeztethető? Hát szerintem mindenképp be kell adni valamilyen szinten a delekát, majd ugyanis Alonso is visszavonul valószínűleg a szezon végén. Hát Vidál is elfele kacsingat, és közben meg ott állnak a fiatalok sorba, hogy említettem például Kimik Sánchez a játék lehetőségre éhesen. Persze az olasz edzőt némileg meg lehet érteni, mert mert ugyanezek a legendák, és általában a közvélemény Münchenben azt sem venné jó néven, hogyha a csapat nemzetközi szinten nem nyerne semmit. Vagyis valami fajta kompromisszumos megoldás kellene, ugye? Igen, igen, meg kell találni az alap ezért is mondtam, hogy még nem törnék pálcát a feje fölött, viszont, viszont azt az arany középutat meg kell találni, és az csak úgy lehetne, hogy mondjuk ez nem négy percet kap egy kupa meccsen. De mondok én itt egy másik nevet, az utóbbi évek nagy ígérete Lukas Solla, a negyed osztályban van 21 évesen. Mondták, hogy őt bénították az elvárások, de hát erre persze lehet azt mondani, hogy Thomas müller elbírták a rájuk nehezedő terhet. És akkor itt az a kérdés, hogy a Baján utánpótlás szakmai irányításával lehet -e, lehetnek-e gondok szerinted? Hát ugye minden élménynek általában két oldala van, Soll esete, különleges, ugyanis bevallotta, hogy őt agyonnyomta a ráneheződő nyomás és, és nem is állt készen, ugyanis sokszor letudta az egyzést az utánportlásnál, aztán így mondta, hogy hazament és hanyaddölt a kanapén, várta, hogy az ölébe potyanya a lehetőség, most ez miatt a szakmai stáb szerintem nem hibáztatható. Mm -hmm. Na most az is érdekes, hogy amikor azt mondtad, hogy itt vannak a fiatalok, azt mondtad Renato Sánchez, Renato Sánchez, persze Kimichet is mondtad, de hát a kluboknál dolgozó szakemberek szerint a Bundesligának a Premier League-hez fel kéne zárkózni, de például a Hertha szurkolóinak nem tetszik a csapat nemzetközi esedése, és hát a lipcseieket meg tudjuk, tehát ők Németországban is közutálatnak örvendenek ezzel a globális stratégiájukkal. A Bayern Münchennél most a, a nagy nyitásra mennyire vevők szerint ez? tudjuk, hogy, hogy Egyesült Államok Kína, szóval, hogy globalizálódnia kell a klubnak. Igen, hát azzal kapcsolatban szerintem a szurkolóknak nincs különösebb baja, ugyanis ez a mai világban, a mai futball, futball, világban megkerülhetetlen szerintem. Na jó, csak hát azért van egy erős bajor hagyomány, és nem véletlenül várjuk a, és várják a szurkolók a Filip lámféle féle e, saját játékosokat is, nem? Igen, igen, hát főként azt tudom. Szóval kézen egy Bayern münchen ami felállt 10 külföldivel? Nem, nem is szerintem nem is fog erre sorra kerülni, legalábbis amíg a mostani vezetőség van, addig biztos nem, és hát ők reméljük, hogy még egy jó pár évig itt lesznek, és hát utána pedig Filip Lámok, Bastian Svenstegerek veszik át a stafétabotot is, szerintem ők se fogják ezt hagyni. Végül is csak azt mondod, hogy az lesz a végének, hogy Filip Lám sportvezető lesz a Bayern Münchennél, ha várni is kell egy kicsit. Ugye 2017-ben a csapat nyeri a meccseit, de azért még nem látszik a fölényes Bayern játék. Jó volna a formaidőzítés? Majd később tavasszal? Bízom benne, sőt bízunk benne, hogy erről van szó. Hát Ancelotti eddigi pályafutása azt mutatja, hogy tudja, hogy mikor kell a játékosokból kihozni a 100%-ot. Reméljük, hogy nálunk is érzi ezt, a Lipcs ellen előtt demonstrációt tartottuk, azt hittük, hogy, hogy, megérkezett, és innentől ez lesz, aztán most mégis úgy tűnik ismét, hogy egy picit beúzta a kéziféket. Amikor uh, Neuer egy Bayern meccs legjobbja, olyankor nyugodt vagy, hogy ilyen jó kapusotok, vagy, vagy dühös, hogy azért ez nem fordulhat elő a bayern a bundesliga ban Egyfelől nyugodt is vagyok, ugyanis hihetetlen biztonságot ad az egész csapatnak, hogy egy ilyen kapus áll a a kapufák között, viszont másrészt egy picit bosszant is, ugyanis nem feltétlen na erről kell szólni egy Bayern München meccsnek, hanem inkább az egyéni klasszisokról, illetve arról, hogy hengerel a csapat. Na ezt a hengerel is majd meglátjuk a tavasszal, hiszen az Arzenál lehet az áldozata a Bajnokok Ligájában. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.